Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az immár 14. alkalommal megrendezett Kartali Népzenei Találkozón megjelent kedves vendégeinket és a Régió Plusz televízió nézőit. Felkérem Tóth Ilkó Mihály, Kartal Nagyközség polgármesterét, hogy nyissa meg a találkozót. Tisztelt vendégeink, engedjék meg, hogy a Népzenei Találkozó házigazdájaként Kartal Nagyközség önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Külön köszöntöm szakmai vendégeinket, dr. Gerzanics Magdolna népzenekutatót, a Vas Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagját, Katona Erikát, a Duna Televízió volt műsorvezetőjét és stratégiai igazgatóját, Méri Margit néprajzkutatót, a Pozsonyi Rádió munkatársát. Továbbá köszöntöm a települések polgármesterei, képviselőit, akik megtisztelték ezt a rendezvényt. Kartalon több éves hagyomány, hogy az asszonykórus megalakulásának évfordulóján minden évben népzenei találkozót rendezünk. Rendszeresen meghívunk az ország különböző tájegységeiről és határainkon kívül élő kórusokat, táncosokat, zenészeket, szólistákat, akik megismertetnek minket tájegységük népzenei hagyományaival. A rendezvényen fellép Kartal másik népzenei csoportja, a Ne Felejts Népzenei Együttes és a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület is. A csoportok részletese bemutatásra kerülnek majd a műsor során. Én a résztvevőknek és a nézőknek is jó szórakozást és tartalmas időtöltést kívánok. Köszönöm szépen!
szeret, szakítson le magának. Magamot is belevetem virágnak. Aki szeret, szakítson le magának. Sárga rigó madár, ne szállj fel a fára. Inkább szállj el a patám ablakára. Dalold el a szomorú nótámot. Elviszik a szeret őnöd katonának. Sárga rigó madár, búsan száll az ágra. Sír a szegény, mint a sárga rigó madár. Engemet is elhagyott a rózsám, míg se sírok, mint a sárga rigó abban a megtiszteltetésben részesültem, nem voltam felkészülve rá, de remélem, hogy nem fogok belesülni, hogy a mai nap 29 éves az asszonykórus. És ennek alkalmában elsőként én köszönhetem az asszonykórus tagjait, és kívánjak nekik még sikerekben gazdag, nagyon hosszú évet és együtt éneklést, hogy a népi hagyományainkat tovább vigyék Magyarországon és külföldön egyaránt. Színpadra kérem dr. Gerzanics Magdolnát, a Vas Lajos Szövetség vezetőségi tagját, aki a népzene elkötelezett híve, köszöntse a találkozó résztvevőit. Tisztelt közönség! Köszönöm. Tisztelt Kartali kórus, tulajdonképpen nem tudom, hogy kinek fordítsak hátat, mert úgy illene, hogy ők a 29 éves csoport, majdnem háromszor tízesztendős csoport, ő feléjük forduljak nagy-nagy tisztelettel, de hát a közönség felé se lehetek udvariatlan. Kodály Zoltán nagyon-nagyon sok bölcs mondását őrzik az együttesek. Remélem, hogy így van, és nagyon sokan. De én egy egészen egyszerű idézetet szeretnék tőle mondani, mert úgy érzem, hogy Kartalon ez a legmegfelelőbb. Kodály Zoltán azt mondta, hogy ha egy ember énekel,
az nagyon jó. De ha kettő, az még jobb. De ha sokan énekelnek együtt, az a harmónia. És én úgy érzem, hogy Kartalon igazán a harmóniáról beszélhetünk, mert nem csak az énekszóban van a harmónia, nem csak a gyönyörű hangzásban, a gyönyörű dalokban van a harmónia, hanem ha rájuk nézünk egyesével, akkor is az egész ember, a ruha minden harmóniában van, de ha a csoportot nézzük, a csoport is harmóniában van. Egy kicsit engem vádolhatnak sokan azzal, hogy elfogult vagyok. Bocsánat, elfogult vagyok a Kartali csoporttal szemben. Igen, elfogult vagyok. Elfogult vagyok mégpedig azért, mert az ország egyik legjobb csoportja. És ezt nem azért mondom, mert udvarias vagyok, udvarias szeretnék lenni, hanem szívből, aki engem ismer, az tudja, hogy csak azt mondom, amit érzek. Az ország egyik legjobb csoportja, és még egyet szoktam emlegetni, még egy csoportot. Ennek a két csoportnak a színvonalát sajnos, nagyon sok jó csoportunk van, de sajnos ezt a két csoportot nem éri el senki. Fegyelmezettségben, minden szépségben, megjelenésben, magatartásban. És miért beszélek én ma az ének ünnepén a magatartásról? Mert az a másik csoport, amit emlegetek, ott az nagyon örvendetes dolog, hogy ott is több énekcsoport van. De mindig maragszik a társaság. Egyik a másikat féltékenykednek, lehúzzák. Azt én nem szeretem. De én Kartalon ilyet nem tapasztaltam. És ezért én külön tisztelem a Kartali társaságot. Amikor halljuk az eredményt, halljuk azt, hogy milyen gyönyörűen énekelnek, milyen egyöntetű a hangzás, akkor azért ezt a könnyedséget meg kell jegyeznünk, hogy azért nem ilyen egyszerűen érték el. Évek óta van szerencsém figyelemmel kísérni a munkájukat, és én ezúton szeretném Walter Menyhértének megköszönni Margónak, hogy ilyen igen-igen nagy szeretettel, odaadással, néha küzdelemmel van a csoport iránt. A küzdelmet nem a csoporttal szemben értem, hanem tudjuk mindannyian, hogy nagyon nehezek a körülmények mindenütt, és bizony mindenért meg kell küzdeni. Fáradhatatlan, és nem csak azzal törődik. A csakot persze idéző elbeteszem, hogy szépen énekeljenek, hanem hogy lássanak, világot lássanak, a világ is megismerje őket, de ők is megismerjék a világot. Én azt hiszem, hogy ezért is külön köszönet jár Margónak. Én további sok-sok sikert kívánok, de még hagyj köszöntsem azokat a csoportokat is, akik eljöttek megtisztelni ezt a nagyszerű társaságot, és tudom, hogy ők is a legjobbat, a legszebbet hozták szívükkel együtt, és kívánok további sok-sok szép találkozást, és minden jót a jövőben. Gratulálok még egyszer, tisztelettel. Hát itt nem kell félni a jövőtől. Ott az a pici lány a gyönyörűséges ruhájában úgy beleillik a babák sorába, és ez a gyönyörű kislány,
Hát ez külön ajándék, hogy már a legkisebbektől, és ezt se lehet mindenütt látni, ezt külön köszönöm. Felkérem Katona Erikát, a Galga Mentes hazájába született, Duna TV volt műsorvezetőjét, stratégiai igazgatóját, köszöntse vendégeinket. Köszönöm. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt, elsősorban a születésnapját ünneplő asszonykórust. Isten éltesse magukat. És engedjék meg, hogy a gondolataim a beszédem kezdetén én külön megköszönjem Walter Mennyhértné Margó néninek, és engedjék meg, hogy így is szólítsam, hisz több évtizede ismerjük egymást, hogy engem meghívott ide, mert nagyon sok helyen jártam már a világban, de leginkább annak örül az ember, hogyha hazahívják. És Karttal a Galga Mente részeként az én szülőföldemnek számít, és mindig nagy öröm az, hogyha az embert azok nem feledik el, bárhova is kerüljön, ahonnan elszármazott. És még egy fél mondat erejéig szeretném azt is megköszönni neki, hogy ezt a programot megszervezte, mert azt önök is látják és tudják, hogy a 3 éve meghirdetett gazdasági világválság eredménye az, hogy nagyon sok minden visszafogásra kellett, hogy kerüljön az elmúlt években Magyarországon és a magyar lakta területeken, és azt gondolom és tapasztalom és érzem is, hogy ezt leginkább a kultúra szenvedte meg. Nagyon nehéz ma kulturális életet szervezni, és hogyha sok-sok nehézség árán ez valahol mégis sikerül, azt gondolom, hogy az külön dicséretet érdemel, úgyhogy én kisebbként azért megdicsérném Margó nénit és az ő segítőit, mert fontos, hogy meglegyenek ezek az alkalmak. Amiért engem meghívott ide, az volt, hogy mondjam el, hogy miért is jó, miért is fontos számomra a galgamentiség. És én hosszú évekig nem tudtam azt, hogy ez nekem fontos, azért, mert természetes. És nagyon sok helyen vannak így a szereplő kórusokkal, csoportokkal, hogy az ő munkájukat is elismerik országszerte, világszerte, csak sokszor leginkább ott nem, ahol vannak, mert természetes, hogy vannak, mert közülünk valók, mert tőlünk nőttek ki belőlünk, ami anyáink, nagynénéink, gyermekeink, azok, akik táncolnak, énekelnek, citeráznak, vagy éppen furujáznak. Hosszú évtizedek teltek el az életemből, bár lehet, hogy nem látszom olyan nagyon öregnek, de már évtizedeket emlegethetek. Szóval hosszú évtizedek teltek el az életemből, míg rájöttem, hogy fontos azt mondani is, és hirdetni is, hogy én Galga Menti vagyok, és ez több mint 6 esztendővel ezelőtt érett meg az én fejemben, amikor ugyanis elkerültem a már emlegetett Duna Televízióhoz, és ott kérdezték, hogy és te honnan vagy, és honnan jöttél, és mondtam, hogy én Bagi vagyok. És láttam azt a furcsa homályt a tekintetekbe, és úgy meglepődtem, hogy atya úristen, hát a világ magyarságának televízióban, ahol Csángóföldtől Los Angelesig foglalkoznak a magyarokkal, nem tudják, hogy 39 kilométerre a székes fővárostól mi van. És több helyen elmondtam már, hogy minden alkalommal egy szűkebb munkahelyi közösségben azért megszokták ünnepelni a kollégák születésnapjait, és azon morfondíroztak az én kedves kollégáim, hogy mit vegyenek a másiknak, és mondtam, hogy semmit. Hát tanítsátok meg őket valamire, és te mire tudnád megtanítani? Hát mondom, én majd megmutatom. Úgyhogy minden ilyen ünnepségen egy éven keresztül minden kollégámnak a születésnapjára valami neki való Galga Mentit énekeltem. És ezen teljesen megdöbbentek. Az elmúlt években, ugye, és a modern technikának köszönhetőleg viszont elértem azt, hogyha bármelyik operatőr, igazgató, szerkesztő, műsorvezető megy Debrecenbe, Nagyváradra, vagy valahova, akkor egy SMS-t küld, Bag, csak ennyi, amikor az M3-as autópályán elhaladnak. És ezek persze csak részbeni értékek és eredmények, de azt gondolom, hogy fontos tudatosítani az emberekben az, hogy fontos a szülőföld, fontos az, hogy honnan származunk, mert mindent, ami a további életünkben velünk történik, azt annak köszönhetjük, az ott megtanult szeretetnek, az ott megtanult imának, az ott megtanult munkarendjének. Mert mi tudjuk, hogy mit jelent kapálni, kötni, meg horolni. Máshol nem biztos, hogy tudják, és bizony akkor lehet egy irodai, adminisztratív munkát is elvégezni, hogyha tudjuk, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni, mert akkor lesz valódi eredménye. Hogy mi volt az a néhány dolog, amiben én az életemben tudtam hirdetni a Galga Mentiséget? Egy-két példát, hogyha megengedik, akkor szívesen még megosztok önökkel, mert azt gondolom, hogy ezek fontosak.
Egy héttel vagy másfél héttel ezelőtt egy frissen szerzett barátnőmet elvittem Miskolcra a rokonaihoz. Ezt egy ajándéknak szántam neki, és választhatott, hogy melyik magyarországi tájegységet szeretné megnézni, és melyik magyar várat megismerni. Azért, mert 3 éves korában elkerült Magyarországról, a szüleinek köszönhetően, onnantól kezdve Amerikában, San Franciscóban nőtt fel. A Magyarországról elszakadt magyarok nemzettudata sokszor sokkal erősebb, mint az itthon maradottaké. Hát ő is nagy magyarnak tartja magát, és amikor a miskolci utunk végeztével beültünk az autóba és elindultunk az autópályán, akkor hát már úgy kifáradtunk a beszélgetésben, mert megtárgyaltuk a nagy magyar világot, és egy kicsit csend keletkezett az autóba. Magnót nem kapcsoltunk be, hanem mondtam neki, hogy most én foglak szórakoztatni. És mondta, hogy na várom. És elkezdtem énekelni neki egy Galgamenti dalt. És csak ült mellettem, és amikor vége volt, azt mondta, hogy még egyet. A harmadik után elővette a mobiltelefonját, és azt mondta, hogy felvehetem, mert szeretném megtanítani majd a San Franciscó-i magyar cserkészeknek. És ha hiszik, ha nem, Miskolc külsőtől Bagig énekeltem a Galgamenti népdalokat, és én azt gondolom, hogy az itt jelenlévők, vagy Kartalit, vagy éppen ahonnan jöttek, bizony tudnának több száz kilométeren keresztül énekelni, és ez nagy dolog. Azért nagy dolog, mert én soha nem jártam néptánccsoportba, de tudok táncolni. Soha nem jártam kifejezetten népzenei iskolába, de tudunk furujázni, tudunk énekelni, és ezeknek a gyerekeknek az a szerencséjük, hogy Kartalra vagy a környező településekre születtek, és ők még nem tudják, hogy mekkora Isten áldása ez az életükben, mert bizony nagyon sok helyen hasznát veszik majd ennek. És még egy példa arra, hogy milyen természetességgel lehet felszívni azt, amit városban csak úgy mondják, hogy a sokszoknyás nénik falujában jövők magukkal vihetnek. Mert hogy ez máshol kuriózum, ritkaság, nem értik, nem látták, nem tapasztalták. Hát itt egy kartali lakodalomban megtanul egy gyerek táncolni. Nem kell ahhoz elvinni és tánciskolai lépéseket tanítani, meg csettingtetni neki, meg számolni. Hát megtanul táncolni. A Csíkzenekarnak minden évben december 30-án van egy koncertje, amit Budapesten a Millenárisban tartanak. A koncertnek olyan hajnal 1:30 körül lett vége, és én elkezdtem elköszönni. Hajnal 12:30-től 4 óra 15 percig értem a körülbelül 20 méteres kijáratig, mert mellém szegődött Pál István Szalonna, aki a Kárpátaljáról származik, és a magyarországi pályafutását a Galga mentén kezdte. Nincs olyan dal, amiben, ha belekezdünk, nem tudja azonnal prímásként lekísérni. Most képzeljék el, hogy ettől a hajnal 12:30-től 3 órakor már egy egész zenekár állt körülöttem a kocsma rész előtt, mert hogy én jöttem volna el, és egyszer csak elkezdett húzni egy bukós dallamot. És ugye azt, mi tudjuk, hogy ez nem egy rossz iskolai osztályzat, hanem egy tánc, a Bagi bukós. És azt mondja nekem, hogy te tudsz bagibukos táncolni? Nem tudom, hogy ne tudnék, hát mindenki tud bagibukos táncolni, aki onnan származik. És mellettem állt az egyik leghíresebb magyarországi táncos, Kovács Norbert Cimbi, és az elkapott, hogy na akkor gyere, táncolj. És képzeljék el, hogy közben jöttem rá, hogy én valójában nem tudok, mert van egy olyan pillanat, amikor földobják a lányt a magasba, és annak valahogy vissza kell esni, és én fönn voltam a levegőben hajnal 4 órakor, épp repültem a Bagi bukós rogyantósa után, amikor azt mondtam, hogy atya úristen, hát én soha nem tanultam, azt tudom, hogy kell visszaesni, és én akkorát sikítottam olyan igazi kurjantósat, hogy majd bele szakadt a Millenáris, és mikor leérkeztem, a fiú persze megfogott, akkor azt mondta, hogy ihaj, de tud sikítani, de ha tudta volna, hogy én a kétségbeesettségtől sikítottam, nem attól, hogy ezt tudtam, hogy a koreográfia része, hát akkor biztos, hogy ő is egy picit hát visszafogottabb lett volna. Nos, ennyit a rövid történeteimből, és én remélem azt, hogy önök fogják hirdetni azt, hogy jó Galgamentinek lenni, jó innen elszármazottnak lenni, jó máshol találkozni valakivel, aki azt mondja, hogy kartali, vagy galgagyörki, vagy éppen turai, mert az mind a mi földünk. És visszatérve, egy kicsit elkalandoznék keletebbre, Kínában van egy olyan szokás, hogy a születendő gyermeknek a nevét még a
megfogantatása előtt kitalálják a szülők, annak a jelentésével együtt, mert azt mondják, hogy akkor annak olyan lesz a személyisége, ha éppen buzogánytörő, akkor olyan nevet adnak neki, ha épp lágy, költői személyiséget szeretnének belőle faragni, akkor olyan nevet keresnek. És akkor visszatérek Kodály Zoltánhoz én is. Kodály Zoltán viszont azt mondja így a gyerekszületéssel kapcsolatban, hogy a gyermekzenei nevelését azt a gyermek születése előtt 9 hónappal kell megkezdeni. Én megtoldanám azzal, hogy nem csak a gyermek születése előtt, hanem mondjuk az anyuka születése előtt 9 hónappal, és akkor biztosított, hogy az rendesen éneklő, jó szolmizáló, jó táncoló magyar gyermek lesz. Én a kartaliaknak nagyon sok ilyen jó zenei képességgel megáldott gyermeket kívánok, és azt, hogy én legyek 75 éves öreg anyóka, és hívjanak meg akkor is, és legyen tele a színpad sok-sok kartali énekessel, táncossal és zenésszel. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Sok sikert kívánok a mai napra önöknek! Kérem, fáradjon a színpadra Méri Margit néprajzkutató, a Pozsonyi Rádió munkatársa, hogy tisztelettel köszönthessük, és ő majd a délutáni programunkat fogja megnyitni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a mai nap megrendezéséhez, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben is egy jó ügy érdekében ennyien összefogtak. Kartal Nagyközség önkormányzata, Mezőgazdasági Szövetkezet Kartal, HFC Network Kft. Budapest, Galgamenti Víziközmű Kft. Bag, Tóth Rudolf Pék, Deák Péter, Szőke László, Lados József, Dulai László, Kovács József, Esent Kálap Kft. Kartal, Braun Papírbolt Kartal, Régió Plusz Televízió, Olá Géza, Pápai Húsbolt Kartal, Tündi Félpénzesbolt Kartal, Ács László, Peterzon János, Bencsik Aurél, Berecki László, Vadás Söröző, Petróci Zsuzsa. Valamint köszönjük Szászi Tibornak és Gergely Lászlónak a hangosítást, Blaubacher János és csapatának a technikai munkálatok ellátását, az önkéntes segítők munkáját és felajánlásait. Tájékoztatom önöket, hogy párhuzamos programunként megtekinthetik a Művelődési Házban Varjú László és felesége Goblen kiállítását, valamint itt a Petőfi utcába található tájházat. A kézművesség iránt érdeklődők megtekinthetik és kipróbálhatják a korongozást Konkoly Erikánál, a gyöngyfűzés technikáit pedig Söreginé Sápi Andreától eshetik el. És most érjünk vissza műsorunkhoz. A következőkben a hagyományőrzés lelkes követői lépnek színpadra, a Művelődési Ház keretében működő mini csoport. 2002-ben a megalakulásukkor a törzstagok valóban minik voltak, szinte óvodásokként kezdtek, de mint láthatják, már igen megnőttek és kibővült a létszám. Bízunk abban, hogy a látottak alapján többen is kedvet kapnak e műfaj ápolásához, és csatlakoznak az ifjúsági csoporthoz. Műsoruk Galgamenti Dalok és Karikázó. Szólót énekel Kozjár Bernadett. Felkészítőjük Walter Menyhértné. Fehér lilium szál, fehér lilium szál, se jugorja Tiszába, se jugorja Dunába. Fésülködjél meg te, mosakodjál meg te, sejtörölközzél meg te. Azt is tudom, ki rakta ki, pesti paja pingált, aki
gyöngyöt, gyöngyöt az anyjának, gyöngykoszorút a lányának. Soha világ életembe, soha nem néztem legényre. Most akadtam egy szőkére, tele van a falu véle. Én az uram nem szeretem, én a csókját nem kedvelem. Ifjú úr csak szeret engem, bár szeretne, bár elvenne, bár piros papucsot lenne. Hármat csattan tizenkettő, három aranyos fékető, zimberi, zombori, beski csutorán. A kórus az utóbbi években a Galgamenta hagyományai mellett más tájegység dalait is szívesen énekli. Feladatuknak tekintik a hagyományok megőrzését, népdalok éneklését, ápolását és mindezek átadását a fiatalabb korosztálynak. Műsoraikról a szakma bírálói elismeréssel nyilatkoznak. Munkájuk eredményeként eddig csak aranyminősítést kaptak, többszörös aranypávadíjasok, nagydíjasok, Vas Lajos nagydíj és Kóta díj tulajdonosai. Számtalan televízió és rádió felvétel őrzi a közel 30 év népzenei termését, amit már határainkon túl is bemutattak. Most egy galgamenti csokrot fognak előadni. Vezetőjük Walter Menyhértné. Thank you.
tudok hiába. Nem jártam én soha se iskolába. Édesanyám tanított volna rája, de már annak temető a hazája. Bolondolnék, ha búsulnék, ha sírnék. Nagy kartalon ilyen büszkén nem járnék. Járok is én egy legény bosszújára, haragszik, mert nem lettem a babája. Kidőlt a fa, levelestől ágastól, haragszik rám a szeretőm anyástól. Mit érnékem a szeretőm édesanyja haragja? Jány vagyok én, nem a fia megújtja. Őszi rózsa, bazsarózsa lever. Miért nem nevet, mint Dejannak a szem? Rám az enyém, ez a csáfa mindenre tud nevetni. Azt is tudja, hogy kell aján szeretni. Ha fölkötöm fehér delinkendő, minden szombat este várom a szeretőmet. De hiába várom, úgyis tudom, hogy nem jön. Helyette egy kéki bojás levél jön. Kis angyalom, ha te tudnád, amit én, milyen igaz szívű szeretőd vagyok én. Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap, amely körös körül jár az ég alatt. Olyan igaz szívvel vagyok hozzád, mint a nap, amely keres körül jár az ég alatt. Fecske madár szállott a vasútra, Isten véled babám utoljára. Nem fogok a házatok előtt járni, tudom, fog az árva szíved fájni. Fecske madár, de sokat utaz. Láttad-e a kedves galambomot? Láttam vizén karttal felé járni, elkezdett az árva szívem fájni. Láttam vizén karttal felé járni, elkezdett az árva szívem fájni. A Herédi Népdalkör következik. A csoport 2000-ben alakult. A környékbeli és helyi rendezvényeken szívesen lépnek fel. Több arany és ezüst minősítés van a tarsójukban. Az öltözetük eredeti ünnepi viselet, amit a faluban már nemigen viselnek, így az utolsó percben mentették meg. Műsorukban katonadalok és borosnóták hangzanak fel. Vezetőjük Köles Éva. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
Bye.
településünk másik hagyományőrző csoportja, a Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes, akik immár egyesület formájában működnek. A 13 éve alakult többszörös Aranypáva és Aranypáva nagydíjas, valamint Vankóné Dudás Júli díjas együttes nagy elhivatottságot érez a Galgamente népzenei hagyományainak megőrzéséhez, előadásához, ám emellett szívesen nyúlnak más tájegységek dalaihoz is. Az együttes hangzásvilága elsősorban a citere játék és a népi éneklés sikeres összhangjában nyilvánul meg. Színpadi összeállításaikban a Galgamentére annyira jellemző leány körtánc a karikázó is bemutatásra kerül. Mai műsorukban két összeállítást hallgathatunk meg. Az elsőben erdélyi és moldvai dallamok, a másodikban kartali lakodalmas összeállításukból mutatnak be részletet. Az együttes vezetője Deák István. Fogadják őket szeretettel. Thank you.
minden hativányban szépen hegedülne, akkor én is rátalálnék egy szép kétszerűre. Járnám éve ékesen, másnét ékesen lesen, édes angyalom. Járnám éve ékesen, másnét ékesen lesen, édes angyalom. Thank you.
egy olyan csoport lép a színpadra, akik először mutatkoznak be Kartalon. Mező Nagy Mihályból, a mezőkövesdi kistérségből érkeztek. A népdalkör 2010-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Úgy alakult, hogy több vezetőjük is volt ez idő alatt, de lelkesedésük töretlenül vitte őket előre. Ennek köszönhető, hogy számos arany elismerésnek tulajdonosai, az idei Vas Lajos népzenei verseny középdöntősei. Az Alföld és a Hegyvidék találkozásánál fekszik ez a kis falu, ezért dalválasztásuk is főleg a Felvidék és az Alföld dalaira koncentrálódik, de más tájegység dalait is szívesen mutatják be. A mai alkalommal egy bükkaljai dalcsokrot és egy dunántúli szüretelés dalcsokrot mutatnak. Vezetőjük 2010-től Benyovszky Mária. Felkészül Dunavarsány. Viszi a víz a vidaló címétet, közepibe a kedves szeretőmet, ha csak lehet, kifogom a párom. Párom nélkül nem élem világom. Viszi a víz a vígdaró címéket, szerelem, szerelem, átkozott.
volt gyötrelem. Miért is csaltad meg az én árva szívem? Te vagy a szívemnek első és az utolsó. Készen van a számodra a diófa koporsó. Elmegyek az ácshoz fejfát csináltatni, aranyos betűvel a nevem rávágatni. Aranyos betűvel azt vágatom rája, itt nyugszik a szerelem elhervadt rózsája. Aranyos betűvel azt vágatom rája, itt nyugszik a szerelem elhervadt rózsája. Mindig szület volna, elmennék én a szőlőbe, de csak úgy, ha lehet. Rálépnék egy mennyigére, de csak úgy, ha lehet. Mennyigéről mennyigére, fáj a szívem egy szőkére, de csak úgy, ha lehet. Elmennék én az erdőbe, de csak úgy, ha lehet. Rálépnék egy fenyőágra, de csak úgy, ha lehet. Fenyőágról fenyőágra, fáj a szívem egy barnára, de csak úgy, ha lehet, de csak úgy, ha lehet. Szapulnak az asszonyok, hogy én mindig bort iszok, iszok is kedvemre, váljék egészségemre, iszok is kedvemre, váljék egészségemre. János bácsi emberkent, na hát akkor igékent, billegjünk, ballagjunk, meg-megálljunk, ittassunk. Billegjünk, ballagjunk, meg-megálljunk, ittassunk. A csendei túrós mácsik, egyik hosszabb, mint a másik, se nem túró, se nem darás, csendeföldben nincs maradás. Édesanyám jánya voltam, még szeretőt nem tartottam, de most midőn egy akadót, engem anyám eltagadott. A csentei híres jányok mindig a csádába járnak. Reggel felé megy az édesanyja, sodrófával veri haza. Reggel felé megy az édesanyja, sodrófával veri haza. Így áll, betyár, múlik a nyár, úgysem soká duhajkodsz már. Erre gyere, haj, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Tedd le rózsám a szűrödet, be tud-e fedni bennünket. Erre gyere, haj, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj.
Addig iszom, míg csak bírom, míg a sugám el nem iszom. Erre gyere, haj, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Ha a sugámat eliszom, arra se lesz semmi gondom. Erre gyere, haj, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. Erre gyere, haj, leveles a gaj, engem babám soha meg ne csaj. A Mezőnagy Mihályiak nevében én is nagyon szeretném megköszönni a meghívást. Én már a harmadik csoportomat hozhatom el. Ide szerepeltünk már a Bogácsiakkal, a Bükkábrányiakkal, és most hála Istennek megengedték a Kartaliak, hogy a Mezőnagy Mihályiak is bemutatkozhassanak itt. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és fogad szeretettel Margó ezt a csokrot, és a népdalkör pedig ezt a kicsi ajándékot, amit hoztunk nekik. Fogadjátok szeretettel! Hát itt áll előttem dr. Gerzanics Magdolna, népzenekutató, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Hogyan érzi itt magát Kartalon? Azt hiszem, hogy itt, ha itt vagyok, akkor az azt bizonyítja, hogy nagyon jól érzem magam. Ahogy én a köszöntő beszédemben elmondtam, itt találja meg az ember a harmóniát a Kartaliakban, a szép hangban, a megjelenésben és az egész műsor összeállításban, és a meghívottakkal pedig a szeretetben. Mit jelent önnek a népzenekutatás? Nagyon sokat jelent, persze ez közhely, ha így mondom csupán, rengeteget kaptam az emberektől, rengeteget tanultam természetesen az emberektől, és ha ezt valahogy vissza is tudtam adni, akár gyerekeknek, fiataloknak, akkor azt hiszem, hogy nem éltem hiába. Mi motiválta önt, hogy erre a pályára lépett? Hát énekzeneszakot is végeztem, magyar énekzeneszakosként végeztem először, és már az első diplomamunkámat is népzenéből írtam. Egy falunak a monográfiáját készítettem el, de a népzene volt az egésznek a vezére, vezérfonal az volt benne. És aztán, ahogy azt a falut kutattam, akkor rájöttem, a szomszéd falu az német volt, akkor muszáj a németet is kutatni. Aztán szlovákkal találkoztam a megyében, akkor szlovákot kutattam. Szóval ez így jött magától, de még abban az időben nem volt divat, úgyhogy elég meredek emlékeim is vannak. Milyen tapasztalata van arról, hogy mi a sajátossága ennek a vidéknek? Hát a gyönyörű kiejtés, a gyönyörű viselet. Egyébként témákban ugyanazt éneklik meg, mint másutt, a szerelmet, a munkát, az ünnepeket, de az ünnepek megéneklése azért nem úgy megy, mint a tipikusan katolikus vagy más vallásos falvakban. Itt nem dominálnak a jeles napok úgy, de általában az emberi szokások, az egész évnek az ünnepei, azok gyönyörűek. Ugye ön, mint szakmai zsűritag volt itt jelen, milyen érzéssel távozik innen, hogy milyen érzéseket szívott magába, és hogy hogyan érezte magát itt ezen a rendezvényen? Hát először is maga az, hogy itt találkoznak a csoportok, azt nagyon-nagyon örömmel fogadom mindenütt. És azt, hogy nem kellett zsűrizni, azt még jobban, mert talán nem voltak olyan feszültek a csoportok, élvezték azt, hogy az ének szeretetéért jöhettek ide, és hozták a szeretetüket az ünnepelt csoportnak. Tehát én nagyon jó érzéssel megyek el innen, és
hangsúlyozom, hogy én azt látom, ilyenkor mindig a legszebbet hozzák magukkal, a legjobbat, és hát többé-kevésbé ez sikerül is. Milyen közös jellemzőjük volt ezeknek a mai résztvevőknek, amit úgy el tudnánk mondani? Tehát akár csoportos előadás, vagy zenei előadásban milyen egy közös jellemzőjük volt? Hát maga a népdal szeretet, akármilyen közhely, de ez az igazság. Tehát a népdal szeretet, és manapság ezt százszorosan meg kell becsülnünk. Sajnos egyre kevesebb az a nyilvánossági lehetőség, amivel ugye terjeszthetnénk a népdalokat, mert bár reneszánsza van a népzenének, de a médiában nagyon-nagyon kevés lehetőségük van arra, hogy szerepeljenek, mert azért arra is szükségük van. Sokszor gondolkozunk azon, hogy miért is jönnek minősítésre, mert ott azért mindig kapnak ugye valamilyen eligazítást, de azért jönnek, mert igenis szükségük van arra, hogy megmérettessenek, és így aztán tovább lépjenek. Tehát a közös az volt benne, hogy egymást hallják, és visznek, mindenki visz haza valamit a tarsójába. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. A színpadra szólítom a Dunavarsányi Népdalkört és Citara Együttest. A csoport 1974-ben alakult, és ebben a felállásban 6. éve működik. Szerepeltek már Erdélyben, Felvidéken, Bácskában, és minden meghívásnak szívesen tesznek eleget. Elért eredményeik ezen idő alatt kiváló országos arany és aranypáva minősítés. A csoport létszáma 30 fő, melybe a hangszeresek is beletartoznak. Támogatóik a helyi önkormányzat és a művelődési ház. Vezetőjük Szikora Ferencné. Fogadják szeretettel műsorukat, melyben székelyföldi és Kalocsa környéki dalok hangzanak fel. Felkészül Inárcs. Thank you.
magyar díjeti, az ajtóját is aki, eredszebe a vejé, a lányok szeretné. Eredszebe a vejé, a lányok szeretné. Mikor első gyerek hamat fogtad meg,